Sikeresek az utazási irodák nyári desztinációi ebben a turisztikai szezonban. Ennél az utazási irodánál is a törökországi kínálatokat keresték leginkább. Jó áron, magas színvonalú szállodákban tölthették nyaralásukat az utazók. A válság ellenére sokan mentek Görögországba is, Olaszország pedig közelsége miatt vonzó, hiszen autóval is könnyű célpont az európai turisták számára. Bárhová is utazunk, első a biztonság, ehhez elengedhetetlen az utazási irodák megbízhatósága, szakmai felkészültsége. Az utazásszervezési munka és az irodák tevékenysége is átláthatóbb és biztonságosabb lesz az utazók szemszögéből is a kormányrendelet módosítás után, ami szerint az utazás szervezését felelős személynek továbbra is meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie, e körbe tartozik például a turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés, illetőleg az idegenforgalmi közgazdász is. A képesítéstől függően kötelezően előírt szakmai gyakorlat szükséges, valamint idegen nyelvtudás. Felsőfokú nyelvvizsgával kötelezik ugye a minősítői szakvizsgát. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen külföldön bármi probléma történik, nem kell az, hogy egy tolmácsot kérek ugye a telefon végére, hanem innentől kezdve ösztönösen megy a beszélgetés, illetve egyre gyorsabban tudunk segíteni az utasokon. Ezután egy utazásszervező csak egy cégnél vállalhat munkát. Voltak, akik többen leadták tehát a minősítői szakvizsgájukat utazási irodáknak, ezzel egy dominó elindult, hiszen hogyha az egyik vállalkozás tönkrement, onnantól kezdve a minősítői vizsgával rendelkező alkalmazott, úgymond 5 évig nem használhatta ezt a végzettségét, és így elindult. Például volt valaki 4-5 utazási irodának adta a nevét, és ez nagyon sok problémát jelentett. Előírás az is, hogy az utazási vállalkozásnál munkavállalóként legalább heti 20 órában dolgozzon a munkavállaló. Az előírás azt a célt szolgálja, hogy a tevékenységért felelős dolgozó a gyakorlatban is részt vegyen a cég munkájában, biztosítsa annak folyamatos működését. Az utazási irodáknak ez év december 31-éig kell igazolniuk, hogy megfelelnek ezeknek az előírásoknak.